produkció a 7. osztályosok és osztályfőnök Utasi Gábor tanárul mutatják be, majd közben felkészül az utolsó osztály a 9. B-osztály. Fürge róka lábak, surranók és árnyak, már tudjátok ti is, a Hook című Fekete István által írt legény feldolgozása következik. Hook egy rókacsalád legkíváncsibb és legéletre való kis róka tagja, aki egy alkalommal elcsavarog az otthonaként szolgáló odútól, és amikor visszatér, már nem találja ott a szüleit és a testvéreit. A sima bőrű, azaz az ember és az embernek behódott kutyák elpusztították az egész rókacsaládot. Hookot nagybátyja, Karak veszi magához, aki megtanítja a vadászat és a róka élet minden csinyára. A felnőtt Hook ravasz rókává és kiváló vadásszá válik, a sima bőrű baromfi udvarával, baromfi udvarába se fél ellátogatni. Miután Karak odavész az őszi hajtóvadászatba, Hook bosszút esküszik, csúfát teszi a sima bőrűt és minden baromfiát elragadva. A róka lánnyal szép nagy családot alapít és együtt élnek tovább Karak tágas és biztonságos barlangjában. Nem igaz! Itt van a szertes! Nincs egy rohadt, becsapagy, ibasz, haszad, tehetik!
hibát, kocsát, meg egy kakaszt. De a nagy boldogság közepette megjelent valaki, akit senki sem várt. Sima bőrű puskával és két vadászkutyájával oldalán megállt az állatok előtt. Sokan úgy éreztük, eljött a vég. De sima bőrű valahol mélyen jó ember, és ez be is bizonyosodott. Nem bántott senkit, hisz a szeretet ünnepén ez nem lenne helyen való. Thank you.